szép számú közönség előtt rendezték meg június 4-én a Nemzeti Összetartozás napját Dombováron. A Trianon emlékműnél egybegyűltek az idén alakult emlékbizottság és a Székelykör közös szervezésű műsorát tekinthették meg. Nagyon örülök neki, hogy ma méltó körülmények között megemlékezhetünk Trianon 100 éves évfordulójáról. Néhány héttel ezelőtt, amikor tanakodtunk róla, hogy mit is csináljunk a pandémiás helyzetben, már akkor is úgy döntöttünk, hogy lesz, ami lesz, mi megemléket és megtartjuk. Nyilván a Székelykör ebben abszolút aktívan együttműködött velünk. Sajnos erre az évre több minden rányomta a bélyegét Trianonon túlmenően, hiszen amikor évelején nekiálltunk nagy lelkesedés, az önkormányzat támogatásával létrejött a Trianon Bizottság, rengeteg programot szerveztünk erre az évre. Biztos vagyok benne, hogy ezek a programok nem fognak elmaradni, az év visszalévő részébe lesz rá kellő időnk, és remélem, hogy energiánk is, és nagy érdeklődés mellett meg tudjuk tartani a programokat. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és remélem, hogy ősszel túllépve ezen a helyzeten, nyilván Trianon emlékét soha nem felejtve, tudunk olyan rendezvényeket tartani, amely méltóképpen bele mélyed majd az emberekbe, hogy 2020-ban nem csak járvány volt, nem Trianon is 100 éves volt. Dombovár 2020-ban ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját. Az eredetileg áprilisra tervezett programsorozat ősszel össze fog kapcsolódni a Trianon emlékév előadásaival. Mint annyi minden mást az életben átírt a koronavírus járvány, így a Dombovári Trianon Bizottság terveit is keresztül húzta. Volt egy tavaszi programsorozat, amit terveztünk, és egy őszi. Nyilvánvaló ebben a helyzetben most minden áttevődött őszre és oda koncentrálódik. Terveink szerint a legtöbb rendezvényt azért meg tudjuk tartani az ősszel. Ezek között vannak előadások, ismeretterjesztő előadások és művészeti jellegű előadások is, illetve nagyon szeretnénk az iskolásokat, általános és középiskolásokat is bevonni, szintén ezen a két szinten. Tehát történelem és magyar tanárok segítségével egyáltalán megismertetni, megértetni, érzelmileg is megértetni a gyerekekkel, hogy mi a trianoni tragédia tulajdonképpen. És hát reméljük, hogy sikerülni fog. Az 50 éves Dombovár rendezvény sorozat nagy része is áttevődött szeptemberre. Össze fog kapcsolódni, reményeink szerint a kettő és a legtöbb rendezvény az e köré lesz csoportosítva. A műsorban az I.S. Gyula gimnázium diákjai dalokkal és versekkel idézték fel a fájó emlékeket, valamint Herceg Attila klarinéton Zsabokorszky Ferenc hegedűn játszott dallamai emelték a műsor színvonalát. A rendezvényen dr. Nagy Miklós, Gáspár Boldizsár és dr. Hegedűs János is közreműködött. Magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járok, ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén. S a nagy, nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadáshoz. Nem kell beszélni róla, sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.